Sziasztok, Neo vagyok, és ma azt szeretném bemutatni, hogyan lehet gyorsan és egyszerűen letölteni az RTL hírek portálról, illetve bármilyen hír portálról vagy videóportálról, aminek van beágyazás gombja, amit itt láttok. Ez azért hasznos, mert minden beágyazási oldalnak van egy külön oldala, ahol csak a videó van beágyazva, és onnan le lehet tölteni magát a videót. Ezt mindjárt demonstrálni is fogom. A következőképp kell ezt csinálni. Megnyitok egy notepadot, és bemásároljátok ezt ide. De a legjobb lenne, hogyha én ezt egy notepad plusz-plusz bemásolnám, de én most sietek, ezért innen gyorsan kibogarászom az FLV-t, vagy az MP4-et. A legjobb, hogyha rá is kerestek, hogy van-e FLV, vagy MP4 benne. Valamilyen kiterjesztés biztosan lesz benne. SFV, az nem jó. Itt úgy néz ki, hogy nincs szerencsénk, ugyanis nincs benne effektíve az FLV vagy az MP4 fájl, ami nekünk kell. Az ez. Ez lesz az. Get Video 275. Ez a rész az. Látjátok? Get Video, és utána az ID. Innen már csak azt kell csinálni, hogy kiszeded az MP4-et. Ctrl-F-fel. Vagy az FLV-t. És meg is találtuk az FLV-t. Nézzétek csak! Ezen a címen található. Ezt beütjük. És itt korrektálni kell a perjeleket, mert sajnos ezek rosszul vannak itt megadva. Per. Ez megvan, akkor megkapjuk a videót. Itt láthatjátok, nem is akarok szerzőjogvitába bonyolódni az RTL-el. Lényeg, hogy így már képesek vagyunk letölteni a Ctrl-S-sel. Más oldalak esetében sokkal egyszerűbb, mert ott kirakják a forrásba az MP4-et vagy az FLV-t, de láthatjátok, hogy az RTL oldalán sem túl bonyolult. Mivel hosszú idő után sem jött be nekem a mentési ablak, ezért javaslok egy gyorsabb módszert, nem tudom miért, de így azonnal beugrik. Nekem Firefox alatt van egy olyan, hogy fáj és mentés. Oldalmentése. Látjátok, itt van. Erre rányomok, akkor azonnal megjön az ablak. És le tudom menteni a videót. És itt már töltődik is. Itt láthatjátok, hogy maga az FLV jön le, és ezt le lehet majd játszani később, offline is. Tehát, hogyha nincs internet, akkor is lejön. Mármint, hogy nem stream alapon, hanem rendesen a lemezről le tudjátok játszani. Nekem ez a fájl nem kell most. Igazából ennyit akartam mutatni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!